egy képzeletbeli vonatban ülve utazták körül Bács-Kiskun megye déli és Vajdaság északi településeit a gyerekek. Az utazás közben dalokat, mondókákat tanultak, különféle ritmizáló játékokat játszottak, régi használati tárgyakat gyűjtöttek. A foglalkozás vezetője hangszerek segítségével tette érdekesebbé a dalokat. Egy zenés játékon keresztül a gyerekek végigjárták a falukat, városokat, Szeged és Kiskunhalas között, és minden állomáson valami régi tárgyat beraktak a kosárba, és a végén közösen összeállítottunk egy kiállítást. A gyerekek élvezték a játékot. A dalon és a ritmusokon keresztül közelebb került hozzájuk a múzeum szelleme. Nagyon szeretek múzeumba járni, és nekem nagyon tetszik ez a foglalkoztatás. Vrlom se da pada v radionica, već sam jednom bio ovde i lepo je muzeju. Három játszóházat szervez a Szabadkai Városi Múzeum augusztus végén. A szerdai zenés foglalkozás után csütörtökön szecessziós képkereteket, pénteken pedig vonatot készítenek a gyerekek a kézműves foglalkozásokon. Próbáljuk a gyerekeknek megmutatni, hogy egy kiállítás hogyan is lehet valójában érdekes, hogy nem csak megnézni lehet őket, hanem hozzájuk kötődően bármilyen aktivitást is végezni. A játszóházak a Puszta Kincsei Egy Régió Közös Jövő című határon átnyúló IPA projektum keretében jöttek létre. A Bács-Kiskun megyei múzeumi szervezet és a Szabadkai Városi Múzeum együttműködésével.